Jól halad a kerékpárút kivitelezése a Kisföldeknél, előzetesben a tiszaburai férfi, komázó, karcagi öreg diákok baráti köre. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 20-án 18 óra 5 perckor. Szepesi Tibor karcagváros polgármestere a kivitelezővel egyeztetett a kerékpárút kivitelezési munkálatairól. Határidőre a kerékpárút kivitelezője a felénél jár a munkálatokkal a Kisújszállási úton. A munkaterület átadását követően a kivitelező rögtön meg tudta kezdeni a munkálatokat. Szerencsére az időjárás is megfelelő volt a munkakezdéshez. Úgyhogy ennek megfelelően az előzetesen eltervezett ütemterv szerint halad. Jelenleg a felénél járunk, hiszen a 3400 méteres Kisújszállási úti kerékpár úti szakasz felénél, vagyis a Tesco körforgalomnál járnak a kivitelezési munkálatok. Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, a munkák folytatását határidőre elkészülnek. Abban maradtunk a kivitelező céggel, hogy ha az időjárás is engedi, és semmi olyan előre nem látható hiba, bármi probléma nem csúszik be, akkor terveink szerint a birkafőző fesztivál idejére, tehát június végére várhatóan elkészülnek a munkálatok. Milyen egyéb kerékpárúthálózati felújítások zajlanak a városban? Ugye a Kisújszállási úti kerékpárút a legrégebbi kerékpárútunk, megérett már arra, hogy teljes hosszában felújításra kerüljön, jelenleg is ez folyik, és erről tudunk beszámolni. Elkészült az új kerékpárút is, tehát a Széchenyi sugárúti kerékpárúta a befejeződött, készre jelentette, a műszaki átadása, átvétele megtörtént annak az útnak, mint ahogy megtörtént az összekötő útszakasz, tehát a Kacsó utca, Táncsics körút, illetve a Madarasi úti kerékpárútnak a felújítása is, és természetesen ehhez kapcsolódott, ahogy azt már nagyon sokan tudják, hiszen használják is, a Berekfürdő irányába tartó külterületi kerékpárút első szakasza, tehát a Hagéig tartó szakasz. Ez több kilométer hossz jelent, hogyha elkészül a Kisújszállási út is. Én bízom abban, hogy nyár elejére, nyár közepére nem csak a műszaki átadása, hanem a használatba vételi engedélyeket is megkapjuk valamennyi elkészült, felújított új kerékpárútra, tehát onnantól kezdve teljesen biztonságosan és jogszerűen lesz majd használható a város valamennyi kerékpárútja. Letartóztatásban a 16 éves lánnyal erőszakoskodó tiszaburai férfi. A tiszafüredi járási ügyészség 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett, szexuális erőszak büntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezte annak a 34 éves tiszaburai férfinek a letartóztatását, aki május 10-én éjszaka Tiszaburán egy helybéli lányt bevonszolt egy kerítéssel nem határolt telekre, azzal a szándékkal, hogy erőszakkal közösüljön vele. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2022. május 10-én éjszaka Tiszaburán összetalálkozott az utcán gyalogosan hazaigyekvő ismerősével, egy 16 éves lányjal. A férfi obszcén kifejezések kíséretében tudatta a lányjal, hogy tetszik neki és nyomban közösülni akar vele. A kiskorú sértett elutasította a gyanúsított közeledését, de támadója átkarolta, nekiszorította az egyik ház falának, majd fogdosta és nyakon csókolta a lányt. A sértett pofon vágta támadóját, kifejtette magát a férfi szorításából és putásnak eredt. A gyanúsított azonban utolérte, kabátjánál fogva megragadta és bevonszolta egy bekerítetlen udvarra, ahol erőfölényét kihasználva lefogta és lemeztelenítette a folyamatosan rúgkapáló sikoltozó sértettet. Egy járókelő férfi figyelt fel a segélykiáltásokra, és mobiltelefonjával világítva rátalált a sötétben a gyanúsítottra, aki kigombolt nadrággal a kiskorú sértett hasán ült. A férfi megragadta és lerángatta a gyanúsítottat a földön fekvő lányról, ekkor a gyanúsított furtva elmenekült a helyszínről. A járási ügyészség azért indítványozta a korábban erőszakos bűncselekmények miatt büntetett férfi letartóztatását, mert fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk megfélemlítésével megnehezíteni a bizonyítást, illetőleg a kiszabható büntetéstől tartva elrejtőzne a hatóságok elől. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2022. május 10-én éjszaka Tiszaburán összetalálkozott az utcán gyalogosan hazaigyekvő ismerősével, egy 16 éves lányjal. Ahogy így mentem, hát majdnem hátamnál volt, így átkarolva megfogott, azt nekivágott ott a falnak.
és ott elkezdett fogdosni, csalkolgatni, lefogdosni, amit próbáltam szabadulni tőle, de nem engedett el. Na, nagy nehezen ütöttem a vállát, utána pofán vágtam, nagy nehezen elengedett, elszaladtam tőle. Ahogy a Dankó Pista út felé szaladtam volna kifelé, onnan úgy szaladt utánam, igen. Megálltam a hátánál, ő próbálta elterelni tőlem, azt a embert meg ellökte tőle. Én ki akartam kerülni, hogy elszaladjak amarra, a Bacardi Disco felé. Próbáltam elszaladni, de megint elkapott, hátamnál fogva a kabátomnál elkapott. Húzott volna befelé oda a hátra, a üres portára. Húzott befelé, tolt így a vállamtól kezdve, én ütöttem, sivalkodtam, segítségért kiabáltam, senki nem hallotta. Ahogy így húzott befelé, vagy lökött, én nem tudom, már nem emlékszek úgy annyira rá, így valahogy hátra buktam. Hátra estem valamiben, szerintem tégla volt, vagy nem tudom. És ő meg rám esett, ahogy én hátra estem, ő meg rám esett. Na úgy, már trabált volna, akkor is lefogott, nem bírtam szabadulni tőle. Már akkor lehúzta a drágomat, magyarán mondva, félig. És már azt akarta volna vele, meg akart erőszakolni, de szerencsére az volt a szerencsém, hogy jöttek a cigányok, hogy kint álltak, jöttek, és lerúgták rólam. Na úgy szabad, felállított ez a fiú, na úgy szabadultam el tőle. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírója alaposnak ítélte az ügyész indítványt. A mai napon letartóztatta a gyanúsítottat. A férfi és védője fellebezett a végzés ellen, így a szolnoki törvényszék, mint másodfokú bíróság fog véglegesen dönteni a kényszerintézkedésről. Csokonai utcai óvoda Komázóra várta a partneri hálózatban résztvevő óvodákat. A napról Rauschenberger Gáborné tagintézményvezetőt kérdeztük. Figyelem, figyelem! Köszi rététeti! Kicsiknek, nagyoknak, Tulipán országában, kinek két füle van, kihirdetem annak. Szóljon gyorsan mindenki, szegénynek, gazdagnak, kérje meg a kezét a király leányának. De aki a gyönyörű leány feleségül akarja venni, annak a kérőnek három próbát kell tenni. A Komázóval nemrég partneri hálózati erősítő szakmai programon is részt vettek, nemrég az óvodák a Karcag és Törzsége Tehetség Segítő Tanács és a MIEO szervezésében, ahol átadták szakmai tapasztalataikat. A Karcag és Törzsége Tehetség Segítő Tanács és a Madarász Imre Egyesített Óvoda megrendezésében jött létre a Komázó partneri hálózatot erősítő szakmai programunk. Nagy Jenőné óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal dolgozó óvodáink között zajlik ez a Komázó rendezvény. Ennek az a lényege, hogy együtt játszunk, megismerjék egymást a gyermekek. A Jókaiuti óvodások, a Táncsics körút 19-es óvodások és a Csokonaiuti óvodások. Jaj, valaki! Jaj, segítsen valaki rajtam! Velem mi történt? A száraz keréknyomba kerültem valahogyan, és nem tudok kivergülni. Királyfi, segíts rajtam, kérlek! Itt ettó, majd én segítek rajtad, gyere, köszönöm, köszönöm, királyfi! Jaj, itt már biztonságban lesz! Királyfi, vegyél a hátamról egy pikkelyt, és ha bajba kerülsz, rögtön ott termek, és segítek. Jó, ígérem, nem felejtem el, majd jól beleteszem a tarisznyába, jól legyél halacska, bajba ne kerülj! Ezen a napon a tagintézmény vezető köszöntője után a Mesevarázs munkaközösség tagjai egy vidám mesével kedveskedtek az óvodásoknak, amit egy közös komázó tánccal zártak. Vendégünk volt a Mesevarázs munkaközösségünk, a meséjük a Tulipánnál változott királyfit adták elő a gyermekeknek, majd a komázó mondókával kört alakítottunk, és egy tánc
táncházzal folytattuk a rendezvényünket. Vendégeink is vannak, segítőink, Tyukodi László, Faragó mesterünk, Tyukodi Lászlóné Marika néni, akivel gyöngyöt fűzhetnek a gyermekek, Pincésné Sós Gyöngyivel ronybabát készíthetnek a gyermekek, és a Puszai Róka Nomád Néphagyományőrző Egyesület vezetői is a vendégeink, Bene Sándor és Benéni Lajtos Katalin, akivel népi játékokat játszhatnak a gyermekek. Hatalmas élmény. Nagyon sokan megismerkedtek a vasárnap általuk megszervezett néphagyományőrző programon már ezekkel az eszközökkel, viszont akik most akkor kimaradtak belőle, most megismerkedhetnek vele. Nagyon figyeltünk arra az illatkori sajátosságokra, hogy a nagyobbak már tudnak gyöngyöt fűzni, az apró lyukba be tudják húzni a kis damiljukat, viszont a kisebbek nem tudják még ezt alkotni, és ezért számukra kitettünk egy-egy száraz tésztát, egy csomag száraz tésztát, hogy ők pedig azt fűzik föl. Kipróbálhatják a falovacskázást is, és csodálatos időnk van szerencsére. Alkothatnak pillangókarkötőt Gabika nénivel, színezhetnek Kata Óvó nénivel. Megpróbáltunk olyan rendezvényt alkotni, ahol jól érzik magukat a gyermekek. A délután a felnőtteknek egy szakmai továbbképzéssel folytatódott, melyet Sipos Antal nyugalmazott igazgató tartott. A karcagi öregdiákok baráti körének májusi programja keretében a karcagi polgármesteri hivatalban találkoztak Szepesi Tibor polgármesterrel, aki bemutatta a városokban zajló fejlesztéseket, projekteket, beszélt a tervezett jövőképről, és végül minden kérdésre válaszolt, ami a karcagi öregdiákokat érdekelte. Karcagvárosi önkormányzat részéről Karcagi Nagy Zoltán, a 6. választókörzet képviselője, aki a körzetét érintő kérdések ügyében állt rendelkezésre. A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre havi meghívott előadójának prezentációját Bihari László, a KÖBK elnökének ismertető előadása előzte meg, melyet kapcsolatépítési szándékkal mutatott be Szepesi Tibor előtt, hogy a szervezeti tevékenységek kölcsönös bemutatásával előmozdítsa az együttműködést. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!